Na úgy hozza az élet, hogy akkor erre most lehet reagálni az LMP nevében Jávor Benedeknek, aki teljesen másikben hívtunk, de hát fejcsóválva jött az előző beszélgetés után ide hozzám. Szintén szóval szórakoztató volt végighallgatni ezt a beszélgetést. A logika nyomait sem sikerült benne felfedezni. Ez egy kedves álmodozás, hogy az MSZP majd egymaga megnyeri a 2014-es választásokat. És az nem álmodozás, hogy az LMP meg egy hárompárti összefogást hoz tető alá? A Karácsony Gergely által ez egy gondolt kísérlet volt, amit felvetett. Én azt gondolom, hogy minden lehetséges módszert át kell gondolni és meg kell fontolni, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre ennek a jelenlegi rendszernek a leváltására, és egyszerűen demokratikus játékszabályok az egészséges versenyszabályoknak a visszaállítására. Ez egy lehetséges megoldás, nyilván nagyon sok buktatója van, ezt mi is tudjuk, tehát nem gondoljuk, hogy ez egy kézenfekvő vagy egyszerű megoldás. De van 3 évük, hogy kimunkálják. Így van. Én azt gondolom, hogy most ők meg kell ezeket fontolni, meg kell nézni, hogy minek van realitása, nézni kell közben, hogy hogy alakulnak a politikai erőviszonyok. Az a legfontosabb, hogy 2014-es választásokat követően Magyarország visszatérjen egy demokratikus európai fejlődési útra. Az ehhez szolgáló valamennyi eszközt meg kell fontolni. Más, ahogy azt mondani szokták. Igazából ezért hívtuk, ami most következik. Az LMP az elmúlt napokban 2 ügyben is, mint zöld párt jelent meg a placon. Az egyik a génkezelt gabonák ügye, leginkább a kukoricája, a másik pedig a paksi atomerőmű tervezett bővítése elleni tiltakozás. Kezdjük az egyikkel, folytassuk a másikkal, nagyon kevés időnk van, tehát gyakorlatilag egy ilyen segélykiáltásszerű beszélgetés lesz ez. Mi a baj a génkezelt kukoricával? A génkezelt élelmiszernövényeknek, vagy génmódosított élelmiszernövényeknek számos bizonyított egészségügyi, környezeti kára van, és Magyarországnak gazdasági hátrányt is okozna ezeknek az elterjedése itthon. Ezért itt ugye egy konkrét esettel állunk szemben. Egy konkrét esettel állunk szemben. Magyarország éppen ezért fenntartja a génmódosítás mentességét, ezt most már az új alaptörvénybe is beleírtuk. Ez azonban egy puszta ábrán marad, hogyha nincsenek megfelelő eszközök ennek a helyzetnek a fenntartására, a génmódosításmentességnek a fenntartására. Azok a botrányok, amik április óta sorjáznak, nem egy esetről van szó, éppen ma készül tudomásunk szerint a VM-be jelenteni újabb GMO terményeknek a kitárcsázását. Összesen most már 2000 hektárra rúg az ilyen fertőző területeknek az aránya. Az a szabályozás, ami, és az az ellenőrzési rendszer, ami ma működik, szemmel láthatólag nem képes fenntartani Magyarország génszennyezés mentességét, tehát egész egyszerűen új ellenőrzési rendszerre, szigorúbb előállítói és forgalmazói felelősségre van szükség. A szankciórendszert meg kell erősíteni, és nemzetközi szintén is fel kell lépni. Például az Európai Unióban most zajlik a GMO direktívának talán a felvizsgálata. Talán ez még a kormány maguk mellé is tudják állítani, mert nem látszik ez ellen érdekeltségnek. Ebben egyébként teljes politikai konszenzus van a parlamenti pártok ebben között. Ebben van. Paks ügyében meg nincs. Paks ügyében nincsen. Ugye a másik témájuk, a tegnapi sajtótájékoztató egyebek mellett erről szólt, a paksi atomerőmű fejlesztése ellen tiltakoznak, mondván, hogy egyrészt eladósítja Magyarországot, másrészt egy olyan technológiát visz tovább, aminek éppen a bezárása van és megszüntetése van a közhiedelemben joggal, miközben mások a szakemberek meg azt mondják, hogy miért kéne bezárni, a szakértőket kell megkérdezni, és nem a közvélekedésre hallgatni. Na most akkor hol az igazság? De egyrészt én azt gondolom, hogy egy ilyen súlyú kérdésben nem lehet figyelmen kívül hagyni a közvéleményt. Legalább meg kéne kérdezni az abszurdum egy népszavazás keretében arról, hogy a magyar társadalom kíván-e együtt élni az atomenergia. Nem népszerű gondolat a népszavazás. Ezt, mint tudjuk, nem szokott ez átmenni, ez a gondolat. Igen, én nem arról beszélek, hogy ez most a kormánynak mennyire fekszik egy népszavazásnak a kiírása vagy sem, hanem arról, hogy szerintem egy ilyen súlyú ügyben szükséges lenne, vagy érdemes lenne megkérdezni a társadalmat. De a másik része a dolognak, hogy valóban a paksi atomerőmű új blokkokkal való bővítése, amiről a kormányülésen az energiastratégia kapcsán tulajdonképpen szó volt tegnap. Azt gondoljuk, hogy ez jelenleg egy abszolút elhamarkodott döntés. Meggyőződésünk egyébként az LMP-nek, hogy az atomenergiára hosszú távon Magyarországon nincsen szükség, ki kell vezetni a magyar energetikai rendszerből. Ez nem megy egyik pillanatról a másikra, tehát ez egy több évtizedes menetrend mentén, ahogy Németországban is történik, lehet elképzelni. De most eldönteni azt, hogy a működő blokkok élettartam hosszabbítása után új blokkokat építsünk, ez valóban egy olyan döntés, ami megalapozatlan.
egy olyan pillanatban dönt, amikor nincs a kezünkben a szükséges információk többsége, egy elképesztő változás fog bekövetkezni a megújuló energiaforrások tekintetében, egyébként magában a nukleáris technológiában is az elkövetkezendő évtizedben, és a magyar energiaellátás biztonságához a 2030-as évtized előtt nincsen szükség új paksi blokkokra. Tehát bőven korai ezt a döntést most meghozni, könnyen lehet, hogy egy teljesen elhibázott pályára állítjuk rá a évszázad végéig a magyar energiapolitikát. No, tehát a bővítési döntéseket nyáron, ezt félre kéne. Ebben a melegben, amikor a kormány se akar nyilván olyan sokat dönteni, meghallgatják ezt és elnapolják ezt. Ugye az már önmagában hát reméljük, ez a magyar költségvetés szempontjából is kívánatos lenne, itt 3000 milliárd forintról a magyar GDP 10%-áról van szó. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szép nyarat, ha jön a pihenés ideje. Lesz az.